a ma esti téma Hammer doktor élete és hagyatéka lesz. Ez egy rendhagyó előadás is jelent, hiszen maga a téma választás is nagyon érdekes. Szeretnénk megmutatni azt, hogy ki is volt Hammer doktor, egy picit megmutatni az ő zsenialitását, és dr. Rikegert Hammer életének ismeretéből erőt meríthetünk ahhoz, hogy az elingördített nehézségekkel megküzdjünk, hogy minden tragédia ellenére se adjuk fel a céljainkat és azoknak az elérését. Munkásságának, hagyatékának ismerete felszabadít minket a tudatlanságból és a betegségeket okozó félelmekből. Ezen ismeretek birtokában mindenkinek a saját döntése, hogy miként folytatja az életét. Legnagyobb akadályt az előítéleteink és a tévhiteink képezik. Azok, amelyek a sajátjaink. Ezért minden kedves hallgatót most megkérünk, hogy a mai előadást józan észre, tiszta szívvel hallgassa, hiszen a legfontosabb üzenete a Hammeri germán gyógytudománynak az, hogy orvosoknak és betegeknek, akiknek józan eszük és szívük van. Nyissuk ki a füleinket, figyeljünk, jegyzeteljünk, hallgassuk végig, hogy milyen zsenialitáson, milyen fantasztikus következtetéseken keresztül juthatunk el oda, amit a kedves hallgatók már, mint egy kerek egész munkát ismerhetnek a germán gyógytudományt alatt, hogy hogyan jutottál a felfedezőhezekhez, a csodálatos felismerésekhez, és hogy mindez hogyan építheti, hogyan fejlesztheti a mi személyes életünket, mit tanulhatunk, és most próbáljuk meg elvonatkoztatni a biológiai háttértől, próbáljuk meg beleélni magunkat egy picit ebbe a történetbe. Lássuk, hogy milyen megpróbáltatásokon keresztül jutott Hammer doktor a felfedezésének az emberekhez való eljutatásáig, és talán ebből egy picit személyesen is erőt merítünk, hogy bár mindannyiunknak vannak megpróbáltatásaink, nehézségeink, de akkor, amikor ismerjük önmagunkat, a biológiánkat, a testünk működését, milyen módon tudjuk jobbá változtatni az életünket, az egészségi állapotunkat, és ha megengedik, egy kicsit nagyobb mértékekre is rávilágítok, hogyan tudjuk jobbá tenni azt az életet, amit élünk, és nem csak a miénket, hanem a családtagjainkét is, és talán ezáltal egy kicsit a világot is. Nagy szeretettel köszöntök én is minden kedves hallgatót. Köszönöm Rékának a bevezető gondolatokat. Nem véletlen, hogy a mai napon beszélünk Hammer doktor hagyatékáról, ugyanis nem csak Hammer doktor életében voltak nehézségek, de a mi életünkben is vannak törvényi nehézségek, amelyek ellehetetlenítik mindazt, amit csinálunk, eddig csináltunk, de mi nem futamodunk meg, nem hagyjuk magára az érdeklődő közönséget, nem mondom azt, hogy drágáim, magatokra vagytok hagyatva ezután, hanem arra a következtetésre jutottunk, hogy igenis folytatjuk olyan körülmények között, amilyen körülmények adottak, és amilyen körülmények között lehetséges ezt a tájékoztató munkát elvégezni. Hiszen a tájékoztatás az nem tartozik az előadások tárgykörébe, és ha megnézik a szeptembertől érvényben levő törvényeket, akkor mindenki érti, hogy milyen változások nehezítik meg az előadók és az előadások, és különösképpen az egészségügyi témával kapcsolatos előadásoknak a megtartását. Hammer doktornak az élete és munkássága egy nagyon fontos, nagyon régi, mondjam úgy, hogy adósságom. Régóta foglalkozok vele, hogy össze kéne foglalni, és be kéne mutatni olyan dolgokat, amit esetleg nem ismer a nagy közönség. Nem fogok teljes mértékben minden apró részletre kitérni, csupán azokra a legfontosabb dolgokra, amelyekben megérthetjük, hogy mekkora ellenszélben dolgozott Hammer doktor és folytatta a kutatásait. A germán gyógytudomány a betegségek megértésének és gyógyításának a tudománya.
a megbetegedést kiváltó konfliktusok megoldásával természetesen, és erre a csodálatos rendszerre dr. Rike Gerdhammer jött rá a tudományát. Előbb germán új medicinának nevezte, ez a GNM rövidítés, majd germán gyógytudomány nevet adott neki és levédte, mert rengeteg új medicina és egyéb kifejezések próbálták az ő alapvető tudását elferdíteni, illetve másképpen magyarázni. Pontosan ezért tartom fontosnak, hogy mindig germán gyógytudományról beszéljünk, és ne egyébről, mert különbséget kell tenni Hammer doktor hagyatéka és az egyéb megszületett művek között. Tehát, amint azt Réka is említette a bevezetőben, ezt a szent medicinát, la medicina sagrada, orvosoknak és betegeknek ajánlja Hammer doktor, akiknek szívük és józan eszük van. Hammer doktor 1935. május 17-én született Németországban, Mettmann településen, és 2017. július 2-án Norvégiában hunyt el. A szüleinek 6 gyermekük született, Rike Gerda harmadikként jött a világra. Édesanyja olasz nemesi családból származott, és ez nagyon lényeges szempont a továbbiakban, mert látni fogjuk, hogy Olaszországhoz kötődésük lesz. Édesapja protestáns lelkész volt, az apja származását illetően egy fríziai gazdálkodó család fiáról beszélünk. A kis Rike Gerd 1 éves korától 7 éves koráig az apai nagyszüleinél nevelkedett, Lerlógában, ez Brémától nyugatra a német-holland határ mellett van, körülbelül 300 kilométerre Mettmanntól a születési helyétől. Iskoláit a Rajna menti Krefeldben fejezte be 1953-ban, és még ebben az évben a Tübingeni Egyetemen orvos és protestáns teológia karán folytatta tanulmányait, ahol 22 évesen teológiából is diplomázott, és 12 szemeszteren át fizikát is tanult. Ennek köszönhetően Hammer doktor tisztában volt azzal, hogy mi az orvostudomány, a természettudomány, és mi a lélektudománya, azaz a teológia. Hammer doktor 1962-ben kapta meg a működési engedélyt, majd 63. decemberében doktorált, 64-66 között pedig orvosként praktizál Hirschauban. 72-ben sikeresen szakvizsgázott belgyógyászatból, ezután Tübingen, valamint Heidelberg városok egyetemi klinikáinak belgyógyászati osztályain dolgozott. A fólián láthatjuk Hammer doktor 1963-ban bemutatott dolgozatát, és örömmel jelentem, hogy ez a fénykép arról a dolgozatról készült, ami itt van a könyvespolcomon, az egyetlen darab, ami felelhető belőle. Dr. Rike Gerd Hammer nagyságát az is jelzi, hogy orvos létére még kiváló feltaláló is volt, nevéhez számos orvostechnikai eszköz fűződik, mint például a róla elnevezett Hammer szike, amelyet főleg plasztikai műtétek során alkalmaznak, de ő talált fel egy speciális csontfűrészt, egy speciális masszázságyat, valamint egy bőrön keresztüli szérumdiagnosztikai készüléket is. Egyetemi évei során ismerkedett meg feleségével, Sigrid Oldenburg-val. Szerelmüket 1957-ben, 27 éves korukban házassággal koronázták meg. Hozzátartozóik mindezt nem nézték jó szemmel, mivel első gyermekük, Bridget, házasságkötésük előtt fogant meg. Hammer doktor ezekről az évekről a Die Archaischen Melodien könyvében számol be, ami 2012-ben Amicidi Dark kiadó gondozásában jelent meg. Ide kívánkozik egy megtörtént eset. Csekély tartalékainkat 1957. májusától 1958. júliusáig igencsak be kellett osztanunk. Azonban a tervezetnél 6 héttel korábban a legszigorúbb takarékosság ellenére is pénz nélkül maradtunk. A lehető legrosszabbkor éhezésre kényszerültünk. A végén már annyira szűkösen éltünk, hogy csak az egyiküknek tudtunk menzajegyet venni. Természetesen Sigrid kapta ezt, hiszen fizikából vizsgáznia kellett, és 9 hónapos kislányunkat, Brigittet szoptatta,
Engem a szükség találékonnyá tett. A menzán a levesből repetázni lehetett, ami azt jelentette, hogy Zigridnek ötször kérhettem a levesből, amit aztán elfogyaszthattam. A menzei dolgozók csodálkoztak, hogy a krémleves nekem úgy ízlik. Ha tudták volna, senki sem sejtette, hogy létezhet olyan diák is, akinek menze egyre sem futja. 4 héttel a vizsgák előtt úgy döntöttünk, hogy a vizsgaidőszak kellős közepén ez így nem mehet tovább. Volt egy apró üzlet a Saun utcában, amelyet 2 idősebb Csehországból menekült asszony vezetett. Az én Zigridem csak teljes asszonyoknak nevezte őket, Kunigunde és Hete volt a nevük. Róluk lehetne mintázni az emberiség szobrát. Mi akkor már 1 éve a vevőik voltunk. Nekik szavazott bizalmat Zigrid, mint nő a nőnek, bár mindkettőnk családja keresztény, 1 márkával sem támogattak minket. Zigrid arra kérte a teljes asszonyukat, hogy a vizsgáig tartó utolsó 4 hétben jegyezzék fel, ha valamit vásárolunk, és a vizsga után azonnal megadjuk nekik a tartozásunkat. Ezek a jóindulatú teljes asszonyok ebbe bele is egyeztek. Ez a megváltozott helyzet számunkra új alapokat teremtett, amely ettől kezdve a következő 2 vizsgánkig építeni lehetett. A vizsgák előtti végső hajrában volt tej, vaj, tojás, sajt, túró és tápszer a kislányunknak, bár Zigrid még fele-fele arányban szoktatott. Mindez hallatlan lendületet adott nekünk a vizsgákhoz. Erlangenben, ebben a dinamikusnak nevezhető időszakban fogadt meg Dirtfiunk. A mai emberek valószínűleg nem is tudják elképzelni, milyen megpróbáltatással teli idők voltak ezek. A teljes asszonyokat imádtuk azokért az emberi gesztusokért, amely nélkül nem is tudtunk volna letenni a vizsgáinkat. A tartozásainkat a vizsgák után rögtön visszafizettük, ez körülbelül 300 márka, ez nekik egész kis vagyont jelentett. Mi szégyeltük magunkat a családjaink miatt, de ezek a kedves asszonyok megvigasztaltak minket. Természetesen hozzátartozóink könnyedén segíthettek volna rajtunk, de ők nem tették, mert a lányuk a házasságkötés előtt szerelemként fogant meg. Ez igen nagy bűnnek számított akkoriban, a keresztény felfogás szerint legalább 1 vizsgán való bukással illet megbüntetni. Kedves történet, Hammer doktor könyvéből idézve, és a továbbiakban az egyetem elvégzése után hát rendeződtek a viszonyok, és Hammer doktor felesége Zigrid asszony 1976-ban 4 gyermekükkel Olaszországban telepednek le. Díjmentes gyógyítást választják, és praxis nyitottak Nápolyban, mert Hammer doktor a találmányai után kapott jogdíjakból már fedezni tudta családja megélhetését. Ebben az évben nem csupán egy költözésről hoztak döntést. Ennél sokkal nagyobb horderejű dolgok történtek a Hammer házaspárral. Csodálatos, boldog élet várhatott volna rájuk. Azonban 1978. augusztus 18-án egy Korzika déli partján mentén fekvő Cavallo szigeti hajókirándulás során történt egy tragédia, ami mindent megváltoztatott. Hammer doktor fia, Tirk, akit itt látunk a képen, egy csónakban mélyen aludt, amikor 2 lövéssel halálosan megsebesítette őt a részeg Viktor Emmanuel szavolyai herceg, egy még a háborúból megmaradt fegyverrel. Dirk ezután 19 műtéten esett át. Az életéért folytatott 111 napig tartó küzdelem után 1978. december 7-én, 19 éves korában édesapja karjaiban hunyt el. A történtek után 2 hónappal Hammer doktornál heredaganatot diagnosztizálnak. A hereamputáció és hasi műtét után kevesebb, mint 1% túlélési esélyt jósoltak neki a kollégák, mondván, hogy a hasában egymást érik az úgynevezett áttétek,
pokoli kínok következnek, írja Hammer doktor. Hammer doktor kemoterápia és sugárterápia nélküli gyógyulása után úgy érezte, hogy a betegsége a fia elvesztésével állhat összefüggésben. Álljunk meg itt egy pillanatra, ha csak belegondolunk abba, hogy micsoda tragédián ment keresztül ez az apa, és aztán ő is megbetegszik. Mekkora lelki erő kellett ahhoz, emberként, hogy elgondolkodjon a gyászán, a fájdalmán, a saját betegségén túl, azon, hogy vajon mitől lett a saját betegsége. Nem esett kétségbe, nem esett pánikba, nem ragadt bele a gyász folyamatába, hanem elkezdett azon gondolkodni, hogy mi az oka annak, hogy ő pont a fia halála után betegedett meg, és pont a heréje, vajon milyen összefüggések lehetnek a történet mögött. Hammer doktor a könyvében leírja, hogy a felesége nagyon segített neki abban, hogy ezt a lelki traumát feloldja, illetve ő is a feleségének kibeszélték a dolgokat, de azért egyezünk meg, hogy egy gyermek elvesztése, egy 19 éves fiúnak az elvesztése azért nem mondható meg kedről szerdára virradóra. Tehát valamennyire mégiscsak benne maradtak a konfliktusban, és természetesen, hogy mikor felépül Hammer doktor a kollégák jóslata ellenére, a nagy kínok ellenére, 1981-ben belgyógyászfőorvosként tevékenykedik Oberaardorfban, a Bad Trischl nőgyógyászati rákklinikán. A megbetegedésével kapcsolatos válaszok után kutatva betegének azt a kérdést tette fel, hogy a betegségük előtt érte-e őket is valami súlyos lelki megrázkódtatás. Mind a 200 megkérdezett páciens igenlő választ adott. Ez a kutatás állt a rák vastörvénye felfedezésének hátterében. Októberben Hammer doktor ismerteti a felfedezést az orvos kollégáival, de ekkor egy nem várt fordulat következik, a kollégák ugyanis nem akarják elismerni a felfedezést, és választás elé állítják, hogy vagy elhagyja a klinikát, vagy maradhat, ha megtagadja a téziseit. Ezután Hammer doktor 7 nappal lát téve folyamatosan a betegeket kérdezte, adatokat gyűjtött, mert tudta, hogy a napjai meg vannak számlálva a klinikán. Az első biológiai természettörvény, a rák vastörvénye néven jelent meg 1981-ben, megfogalmazza a DHS, vagyis a Dirk-Hammer-szindróma kritériumait. Hammer doktor halott fiáról, Dirk Hammerről nevezte el ezeket a feltételeket, melyek, ha fennállnak, a szervezetünk elindít egy értelmes biológiai különprogramot, EBK-val rövidítve, amit eddig betegségként írtunk le. Ezek a kritériumok tehát az, hogy drámai, hirtelen, váratlan, meglepetésszerű, nagyon súlyos érzelmi konfliktus, amelyet magányosan, elszigetelten élünk át, és benne maradunk a konfliktusban. Mindez a lélek-agyszerv szintjén egy biológiai választ indít el, amelynek Hammer doktor tehát az értelmes biológiai különprogram elnevezést adta. A konfliktus pillanatában a külvilág minden apró mozzanata rögzül, illatok, ízek, környezet, stb., amelyeket síneknek nevezünk. Ezek a kísérő körülmények konfliktus nélkül is elindítják már az értelmes biológiai különprogramot, ha nincs érzelmileg feloldva mindazt, amit érzelmileg indítottunk el. A rákvastörvénye néven lett ismert, tehát az első biológiai természettörvény, mely tehát kimondja, hogy minden olyan váratlan meglepetésként ért nagyon súlyos lelki megrázkódtatás, amiben benne ragadtunk, és elszigetelten, magányosan éltünk át, az a lélek-agyszerv tengelyen egy értelmes biológiai különprogramot indít el, amit mi eddig betegségként ismertünk. A rák törvénye, a rák vastörvénye tehát leírja számunkra azt, hogy hogyan indul el ez az értelmes biológiai különprogram, majd azt is, hogy mit tehetünk azért, hogy leállítsuk a folyamatot, hiszen az utolsó két tényező csak és kizárólag
tőlünk függ, vagyis hogy meddig maradunk benne magányosan egy konfliktusban. A konfliktus témája, vagyis az, hogy mi volt a megrázó élmény, kihat arra, hogy mikor bocsájtunk meg valakinek, és engedjük el a vele kapcsolatos fájó érzelmeket, illetve hogy tudunk-e másképpen gondolkodni, érezni, viselkedni ezzel a dologgal kapcsolatban. Az érzelmi feloldásra az állatok nem képesek, ők tehát kerülik a síneket a túlélésükért, de mi emberek képesek vagyunk az érzelmi megoldásra, ami viszont a síneket felszámolja, és akkor nem alakulnak ki a krónikus betegségek. Tehát itt az első és legfontosabb megoldás, megelőzés a betegségek kialakulására. Például, ha érzelmileg bármikor lezárok egy bosszankodást, akkor megoldódik a hozzákötődő ételallergia is. Legjobb lenne hosszú távon a bosszankodást kiiktatni az életünkből, ugye erről is van egy webkonferencia, a bosszankodás és rágódás 12 biológiai következménye. A lélek agyszerv tengelyének a felfedezése és ennek tudományos táblázatban való foglalása egy paradigmaváltást jelent a medicinában. De tudni kell róla, hogy teljesen fordítva közelítjük meg a dolgokat, mint ahogyan ezt eddig az akadémikus gyógyászatban tettük. És akkor fogunk rájönni arra, hogy valójában a megbetegedéseink lélek-agyszerv szinten hogyan mennek végbe. Ebből az is következik, hogy a mérgezések, a balesetek, a hiányos táplálkozás, az orvosi műhibák, a sugárzások, a méregkezelések nem tartoznak a germán gyógytudomány tárgykörébe. A lelki megrázkódtatás, mint kifejezés, a magyar nyelv sajátossága valójában egy biológiai szintű félelemhez társul egy gondolat, amit szakszóval pszichés konfliktusnak is nevezhetünk. Mivel minden, ami él, élni akar, ezért a biológiai félelem alapja a haláltól és a faj kipusztulásától való félelem lesz. Ehhez a félelemhez az ember társít egy vagy több gondolatot, és ez határozza azt is, hogy hány értelmes biológiai programot indítunk el egyetlen megélt konfliktus során. Az agyi szinten a megfelelő relébe csapódik be ez az érzelmi megrázkódtatás, ahol az úgynevezett hámeri gócot fogjuk megtalálni, egy hámeri gócot képez, amely olyan, mint amikor egy víztükörbe egy követ dobunk, koncentrikus gyűrűket látunk, itt a baloldali képen a konfliktus aktív fázisban levő CT-képet láthatjuk, természetes, hogyha kontrasztanyag nélkül készült ez a felvétel. Az elváltozásokból az is meghatározható, hogy az EBK, vagyis a biológiai program mely stádiumban van. A második képen már a megoldási szakaszban levő CT-felvételt látjuk. Mert doktor csupán a koponya CT alapján is tudod diagnosztizálni, ugyanis ha a lélek, agyszerv, tengely valamelyik részét ismerjük, abból a másik kettő megfejthető. Ez egy csodálatos rendszer, amely leegyszerűsíti, hatékonyabbá és olcsóbbá teszi a diagnosztikát. További részleteket az agydaganatokról és agyvérzésekről szóló előadásban találhatnak. Az első biológiai természettörvény gyakorlati jelentősége tehát abban áll, hogy kiderül, hogy én betegítettem meg magam, de meggyógyulok, ha megengedem, hogy a fizikai testem rendbe hozza magát. Vagyis ha békében lezárom a napjaimat, megbocsátok, elengedem a megoldhatatlannak tűnő nehézségeket, nem alakulnak ki a krónikus betegségek, mert az érzelmi megoldással a sinek feloldódnak. Ha megtanulnánk feleslegessé tenni, vagy rövid idő alatt tudatosítani, feloldani az érzelmi megrázkódtatásokat, ami a programot elindítaná, meg se betegednénk. Minden tünet mögött, ne feledjük, egy aktív konfliktus van. Tehát ha valakinek több tünete van, az azt jelenti, hogy több megélése volt egy konfliktus kapcsán, vagy több konfliktus gyűjtött össze. Minden félelem egy újabb programot fog elindítani, és ez már a következmény konfliktusok kategóriájába fog beletartozni. Az érzelmi feloldásra tehát, amint elmondtam, az állatok nem képesek, de mi emberek erre képesek vagyunk. 1981. október végén a Tübingeni Egyetem egykori tanára,
Prof. Hans Eckhard Bock zárt ajtók mögött 100 paciens esetén vizsgálta meg a rákvas törvényét. A rendszer minden esetben helytállónak bizonyult. Ahogyan a Tübingenben egy jogász, Schwarzkopf örömtől sugárzó arccal közli Hammer doktorral. Hammer doktor úr, gratulálok önnek, habilitációs munkájának tételéi helytállóak. Tanáraink minden esetet 100 alkalommal zárt ajtók mögött felülvizsgáltak és igazoltak. Ha csak egyetlen esetet találtak volna, amelynek helyessége megkérdőjelezhető, már másnap meghívták volna önt Tübingenre, nyilvános meghallgatásra, de erre semmi szükség nem volt. Tehát már akkoriban hivatalosan igazolták a germán gyógytudomány első természettörvényének a helytállóságát. Két héttel azután, hogy Schwarzkopf úr közölte Hammer doktorral a jó hírt, a Tübingeni Egyetem letagadta, hogy a felülvizsgálat pozitív eredménnyel zárult, és máig ragaszkodik álláspontjához. A második biológiai természet törvényt Hammer doktor nem sokkal az első után fedezte fel, hiszen belgyógyász főorvos volt és megfigyelte, hogy a hideg tünetek minden esetben a konfliktus becsapódása után, míg a meleg tünetek a konfliktus megoldása után jelentkeznek. Vagyis ha megoldjuk a konfliktust, az értelmes biológiai különprogram két fázisban zajlik le. Az első a konfliktus aktív szakasz, ezt követi a megoldást követő szakasz. Ha ezt nem akadályozzák meg, természetesen külső vagy belső tényezők. A konfliktus aktív fázisban hidegek tehát a végtagjaink, és a konfliktus hatására feszült idegállapotban vagyunk. Ennek következtében alvászavarok lépnek fel, emelkedik a vérnyomás, szapor a pulzus, étvágytalanság miatt csökken a testsúly. Természetesen minél több ilyen programot indítunk, annál inkább csökkenni fog a testsúly, amit aztán tumoros kahexiának fognak nevezni. Nézzünk bele egy daganatos betegnek a tekintetébe, teli van félelemmel, elképzelhetjük, hogy hány felesleges programot futtat mindenféle félelmek kapcsán. Ezeket a jeleket, úgy még nem jutunk ilyen súlyos helyzetbe, a stressznek tulajdonítjuk, ezzel szemben a megoldás követő fázist a meleg tünetek jellemzik. Ez azt jelenti, hogy megoldottuk a konfliktust, és most a szervezetünk helyreállítja mindazt, amit a konfliktus aktív fázisban tett túlélésünk érdekében. A gyulladás mellett fejfájás is jelentkezik, ugyanis a szöveti exszudátum, vagyis víz, az agyi relikben is felhalmozódik, erre a gyulladásra utal itt a piros szín a megoldás követő fázisban. Ne feledjük, hogy a megoldás követő fázisban a folyamat szintén mindhárom szinten zajlik, vagyis lélek, agy, szerv szinten. Hammer doktor a megoldás követő fázis ezen gyulladással járó szakaszát exszudatív fázisnak nevezte el, jellemző tünete, tehát a kipirult bőr, a duzzanatok, a melegség, a fájdalom, az érintett rész csökkent működése, vagyis ahogy azt tanultuk, rubor, tumor, kálor, dolor funkció léze. Ha tovább folytatódik a megoldás követő fázis, és nem akad el itt még az exudatív fázisban, akkor az epileptoid krízis következik. Ebből akkor alakul ki epilepszia, ha a DHS a mozgással és elválasztással kapcsolatos konfliktushoz kötődik. Az epileptoid krízisben szintén súlyos, életveszélyes állapotok alakulhatnak ki, de csak abban az esetben, ha sokáig elhúzódott a konfliktus aktív fázis, és nem békéltünk meg, tehát ez csak tőlünk függ. Ebben a szakaszban az agyi relékből és a szövetekből egyaránt távozik a víz, tehát megszűnik a fejfájás, tehát több vizelet fog ürülni, mint amennyi folyadékot fogyasztottunk, és a megoldás követő fázisnak a befejező része a hegesedési fázis lesz, ez a második piros szakasz. Egyre nagyobb fokú fáradtság jellemzi, de már jó a hangulatunk, és jó az étvágyunk. A második természettörvény gyakorlati jelentősége tehát abban áll, hogy most már tudhatjuk, hogy a tünetek alapján melyik szakaszban tartunk.
A tünetek miatt már nem kell aggódnunk, újabb felesleges programokat elindítani. Örülhetnénk a gyógyulásunknak, igen, ha ismernénk ezeket a törvényeket. Tudhatjuk, ha a fájdalom nem múlik el, akkor a megoldás követő fázis elakad, vagy a gyógyulási folyamat igen hosszúra nyúlik, mert hosszú volt a konfliktus aktív szakasz. Tehát megfejthető, hogy mikorra zárul le a program, de tudnom kell a DHS becsapódását és a konkrét megoldását a programnak ahhoz, hogy kiszámítható legyen, hogy mikorra zárul le a program. Ehhez viszont bizalommal kell tekinteni a gyógyulási tünetekre. Ellenkező esetben a következmény konfliktusok miatt félbeszakad a gyógyulásunk. Például, ha nem bírom elviselni a csípőízületi fájdalmat, ez pont az a konfliktus, ami újra elindítja a biológiai programot, vagyis elakad a gyógyulás. De közben még mennyi mindent nem vagyunk képesek elviselni. A krónikus betegségek és az allergiák a sineknek köszönhető, mert ha a megoldás követő fázis, mondjam úgy, magától indul be, mert az élet megoldotta azt a programot, azt a feladatot, amit megéltünk, akkor természetesen, hogy hasonló körülmények között jelentkezni fognak a tünetek újabb DHS nélkül, ahogy azt már az első természettörvénynél elmondtam. Pont ezért lenne fontos, hogy nem újjék el nap a haragunkkal. A krónikus betegségeket is a sinek okozzák, illetve kezdődik azzal, hogy meg sem oldom a konfliktust, és természetesen akkor krónikus beteg leszek. A policiklikus lefolyás azt jelenti, hogy bár kifut a program, de újra és újra ismétlődik, vagy azért, mert ritkábban kerülök sínre, vagy ugyanazt a programot újra elindítom, megint aggódok valaki másért, és újra lesz egy meldaganatom. A függő gyógyulás pedig azt, ahogy az ábrán látjuk, azt jelenti, hogy a gyulladásos tünetek állandósulnak, változó intenzitással, de állandó a fájdalom, a gyulladás, a duzzanat, és ennek az oka a gyakran bekövetkező konfliktus aktiválás, vagyis a sinek, ezek a rövid kék szakaszok pontosan ezeket a dolgokat jelenítik meg. 1985-ben Hammer doktor drága felesége Sigrid Hammer, aki szintén orvos és hűséges társa volt, csak nem 30 éven át, és 5 rákbetegséggel szemben aratott győzelmet végül elhunyt Hammer doktor karjai között. Szenvedését szeretett dirkfiúk halála okozta 1985. április 12-én akut szívinfarktus végzett vele. Mekkora tragédiákat kellett Hammer doktor megéljen, és ennek ellenére Hammer doktor folytatja a kutatását. 1985-ben megalakul az ASAC, vagyis Association Stop au Cancer Franciaországban, és megtörténik az első francia nyelvű kiadvány közzététele, a rák ontogenetikai kialakulása. Itt látjuk fönt a képét a könyvnek, ami szintén a tulajdonomban van. A szövetségnek a célja a rák elleni küzdelem elősegítése volt, és Hammer doktor által felfedezett rák vastörvényének a népszerűsítése. 86-ban Hammer doktor működési engedélyét bevonják, indoklás, a rák vastörvényét nem tagadta meg esküvel, és nem fogadja el az akadémikus orvostudomány felfedezéseit. Fellebezést nyújtott be, és az Alkotmánybíróság később megállapította, hogy soha nem kellett volna bevonni a működési engedélyét Hammer doktornak. A kutatást tehát Hammer doktor azok ellenére folytatja, hogy meghal a karjaiban a felesége, bevonják a működési engedélyét, és 1987-ben a harmadik és negyedik természettörvényt mutatja be a világnak. A harmadik természettörvénynek köszönhetően fény derül arra, hogy a rák és a rákkal egyenértékű megbetegedések az egyetfejlődéssel, ontogenezissel állnak kapcsolatban, vagyis az élőlény egyéni fejlődésével a megtermékenyítéstől a teljes kifejlődésig. Ezt embernél a méhen belüli élet írja le. Összefüggések megértéséhez minden esetben le kell ásunk tehát az alapokig.
Hammer doktor ezen az úton indult el. Az embriológiában megtanultuk az egyetemen, hogy a megtermékenyítés után hogyan alakul ki a három csíralemezből testünk minden sejtje, a három csíralemezből származó sejtjeink pedig agyi parancsra csíralemez hovatartozásoktól függően háromféle biológiai válaszsal reagálnak a megbetegedés két szakaszában, sejt szaporítással, sejtek sorvasztásával, illetve a működésnek a megváltoztatásával. A megtermékenyítés után tehát kialakul a szedercsíra állapot, ennek látjuk itt a képét a jobb oldalon, és ugye ez egy szederhez hasonló állapot, itt még minden sejt azonos. Aztán, amikor megtörténik a beágyazódás, előtte ez a három csíralemez létrejön, amit itt Hammer doktor ábráján a bal oldalon látunk keresztmetszeti képben, sárga, narancs és piros színekkel ábrázolva, és látjuk a belőlük származó nyilakból, hogy milyen szövet alakul ki, és ezt milyen idegi központ irányítja. Ez kérem szépen mindenkivel így történik, aki hallgatja vagy nem hallgatja ezt a webkonferenciát. Mindannyian a sejtjeinket, a szöveteinket a három csíralemezből alakítottuk ki. A belső csíralemezből származnak a falat konfliktust megoldó sejtjeink, ezt az agytörzs irányítja, a középső csíralemezből, mezoderma származnak a burkaink, a védőburkaink, vagyis az írha, hashártya, mellhártya, szívburok, valamint az emlőmirigy is ide tartozik, mint az írhának a része. A középső csíralemez másik része az új mezodermából származik. Azok a szöveteink, amelyek a mozgáshoz kötött dolgainkat oldják meg, tehát a csont, az izület, inak, izmok, haráncsikolt izmok, valamint az izmokat ellátó erek, kötőszövet és zsírszövet. A külső csíralemezből származnak azok a sejtjeink, amelyek kívülről beborítanak minket, ugye ez lesz a látható bőrünknek a felső sejtrétege, a többrétegű elszorosodott labhám, és azok a sejtek is a külső csíralemezből képződnek, amelyek a birtok konfliktusok során fognak sorvadni, majd visszaépülni, és bizonyos feladatok elvégzését megoldani. A konfliktusok agyi szintjeit a germán gyógytudomány tudományos táblázata is tartalmazza. Agytörzs tehát vezérli a túlélésben kulcsfontosságú szerepet játszó belső csíralemez sejtjeit. Itt sárga színnel látjuk a táblázaton. Mindazt, ami a túlélésünk érdekében meg kell szerezzünk biológiai szinten, falatként azonosítjuk a biológiánk számára minden falat, ami kell a túléléshez. És mi kell a túléléshez? Táplálékfalat, levegőfalat, vízfalat, fény, illetve hangfalat. Amennyiben ezekben hiányt szenvedünk, az az életet veszélyezteti, és ezért a szervezetünk a konfliktus aktív fázisban minden esetben a sejtek szaporításával reagál, majd a megoldás követő fázisban lebontja a feleslegessé vált sejteket. A létezés feltételeinek hiányából származó létkonfliktus vagy egzisztenciális konfliktus a víz begyűjtéséhez vezet, ami szervi szinten ödémát, veselégtelenséget okoz a konfliktus aktív szakaszban. A halálfélelem tüdőszövetszaporulatot indít el, amit pedig meg szeretnék kapni, az a táplálék falatként azonosítjuk, és a tápcsatornában indít el sejtszaporulatot. A falat konfliktusokról, ödémákról részleteket összefoglaló előadást a YouTube csatornánkon találnak külön mappába gyűjtve. A középső csíralemez narancssárga színnel jelölve, vagy mezoderma, sejtjeit két csoportra oszthatjuk, a régi mezoderma sejteket, a kis agy, az új mezoderma sejteket pedig az agyvelő, vagyis a nagy agy fehér állománya vezérli. A kis agy a vélt vagy valós támadások becsapódásának idegi központja, ide tartozik a bemocskoltság, elcsúfítottság érzése és a túlzott aggódás, amit gondozási konfliktusnak nevezünk.
A szervezet ezekre a félelmekre konfliktus aktív szakaszban, szervi szintén, az irhában, a burkokban, tehát hashártya, mellhártya, szívburok, ahogy említettem, valamint a mell tejtermelő mirigyeiben indít be sejtszaporítást, majd a megoldás követő fázisban lebontja a felesleges sejteket, épp úgy, mint a falat konfliktusok esetén. Az agytörzs és a kisagy tehát ugyanolyan hatást gyakorolnak a hozzájuk tartozó sejtekre, konfliktus aktívban szaporítanak, megoldásban bontanak, és ez a kettő az ősagy részét képezi. A támadás, bemocskoltság, stb. Vélt vagy valós támadásokról is van webkonferencia anyag. A fehér állomány, vagy agyvelő, az agykéreggel együtt a nagy agy részét képezi. A konfliktus aktív szakaszon mind a két agyi központhoz tartozó sejtekben minden esetben először sejtszintű sorvadás indul be, majd a megoldás követő fázisban a hiányzó sejtek visszapótlódnak. A fehér állományban az önleértékeléssel kapcsolatos érzéseink csapódnak be, narancssárga oszlop második része tartalmazza ezeket az értelmes biológiai különprogramokat, és ennek hatására a mozgáshoz kötött sejtjeinkben csont, izület, vázizomzat, erek, kötőszövet és zsírszövet sorvadás indul el. Szintén az önleértékelés konfliktusok hatnak a mellékvesség kérgi részének a sejtjeire, ugye ez a rossz úton járok, ivarmirigyek hormontermelésére, ez a veszteségkonfliktus, és a szívizomzatra a túlzott megfelelési kényszer, túlhajszoltság. Az önleértékelési konfliktusokról is természetesen külön előadást találunk a YouTube csatornán. A piros színnel jelzett külső csíralemezből, ektodermából származó sejtjeinket az agykéreg irányítja, itt látjuk a táblázatnak a harmadik oszlopát piros színben. Amint mondtam, az elválasztási és birtokkonfliktusok tartoznak ide, konfliktus aktív szakaszban itt is sorvadás, majd megoldás követő fázisban visszaépítés következik be. Minden konfliktus, mely egy élőlénytől való elszakadásról szól, akár szeretném, vagy nem szeretném, elválasztási konfliktusként a bőrfelszínen fog megnyilvánulni. Azok a konfliktusok, amelyek a hozzánk tartozó birtokkal kapcsolatos konfliktusok, idézőjelbe tenném azt, hogy birtok, tehát amiről azt hisszük, hogy az a miénk, adott szervek sejtjein indul el a sorvadás, megoldás után visszaépítés következik be, ugyanakkor a piros oszlopnak az alján látjuk még azokat a túlélő programokat, amelyekben a sejtek száma nem csökken, nem emelkedik, hanem a működésük változik meg, erről is van természetesen összefoglaló a saját YouTube csatornánkon. A harmadik természet törvénynek, tehát a gyakorlati jelentősége abban állna, hogy kiderül, hogy minden logikusan zajlik a szervezetünkben, ahogyan évmilliók óta minden élőlényben. Szervezetünk tehát egy konfliktus hatására sejteket szaporít, vagy sorvaszt, vagy működést változtat. A három csíralemez meghatározza, hogy a belőle származó sejtek hogyan működnek majd egy életen át. Vagyis kiderül, hogy áttétek vagy metasztázisok nem létezhetnek, ugyanis az adott csíralemezből származó sejt már képtelen átalakulni egy másik feladatot betöltő sejté. Az áttétek feltételezése tehát egy biológiai képtelenség. Magyarázat hiány találták ki a diagnózis sok következtében beindult halálfélelem okozta tüdőszövet szaporulat esetén, illetve a beteg többi félelmeire beindított értelmes biológiai különprogramra. Mint azt már az első törvényben említettem, minden félelemre egy újabb programot indítunk el. Nincsenek áttétek. Nincsenek értelmetlen folyamatok, egyedül az nem értelmes, hogy végsőkig ragaszkodunk egy hibás elképzeléshez. A negyedik biológiai természettörvényben Hammer doktor megismerteti velünk a mikrobák ontogenetikai rendszerét. A bennünk élő mikroorganizmusoknak az a szerepe, hogy a sejtszám helyreállításában segítsenek nekünk. Természetesen a megfelelő csíralemezhez
való kötődés függvényében. A gombák és gombabaktériumok, vagy TBC baktériumok szaporodása konfliktus aktív szakaszban indul el agyi parancsra, és a konfliktus megoldásáig folytatódik. Így az ős agy programjainak esetén a megoldás követő fázisban épp annyi gomba és TBC baktérium lesz a szervezetünkben, amennyi a feleslegessé vált sejtek lebontásához szükséges. Ezután a nyirokrendszer fogja újrahasznosítani ezeket a sejteket, ezt is átétnek nevezik, ugye? A nagyagy programjainak esetében a megoldás követő fázisban a baktériumok és a vírusok által fog létrejönni a sejtek visszaépítése, de természetesen csak akkor, ha ezt gyógyszeres kezeléssel nem akadályozzuk meg. Ne feledjük, hogy a segítőink túlzott elszaporodása, a konfliktus aktív fázis időtartamától függ. Ezt persze jelentősen befolyásolják még az oltások és a gyógyszerek. A túlélő programok, vagyis az értelmes biológiai különprogramok viszont nem azért vannak, hogy benne maradjunk egy konfliktusban, hanem azért, hogy képesek legyünk egy váratlan helyzetet biológiai segítséggel, tehát biológiai szinten, lélek-agyszerv szinten megoldani. Ha a gyógyulási folyamat megszakad, akkor kimutathatóak lesznek a bennünk élő, immár jelentős mennyiségű mikroorganizmusok, de el is tűnnek minden kezelés nélkül, ha érzelmileg megoldjuk a konfliktust. A negyedik természet törvény gyakorlati jelentősége tehát az, hogy rámutat, hogy a bennünk élő mikroorganizmusok nem az ellenségei, ellenkezőleg. Jelentős szerepük van a gyógyulásunkban. Különbséget tudunk tenni a hasznos és ártalmas mikroorganizmusok között. Kiderül, hogy ha gombák, baktériumok és vírusok túlzott mértékben elszaporodnak, akkor csak a biológiai programot kéne lezárni érzelmileg, és meggyógyulnának a krónikus betegségeink, a HPV fertőzés idézőjelbe, a vírusos hepatitis, a nem gyógyuló sebek, a gombás fertőzések, stb. Mindez olcsóbb és egészségesebb, mint gyógyszert szedni egy életen át, úgy gondolom. 1987-ben történik meg az Új medicina hagyatéka című könyvnek a kiadása, Wer macht nicht einer neuen Medizin, elnézést, nem vagyok jó németből, ezt a könyvet francia nyelvre is lefordítják. 1988 az az idő, amikor petíciót ír az ASAC, ez a rák elleni szövetség Franciaországban, kérve dr. Rieke Gerdhammer védelmét. Július 21-én 1988-ban a francia kormány beavatkozása történik meg, Hammer doktort bíróságon pszichiátriai vizsgálatra akarják kényszeríteni, de sikerül ettől megszabadulnia. Tudományos felfedezés franciaországi ellenőrzésére irányuló kérelmet az INSERM-nek küldik el, persze választ nem kapnak rá. 1988. december 9-én a Bécsi Orvosi Egyetem a tumormarkerek feltalálója által ellenőrzik dr. Rieke Gerdhammer munkáját, és elismeri annak hitelességét a Bécsi Orvosi Egyetemen a tumormarkerek feltalálója. Két feltaláló is van, az egyik Samuel Orkin Friedman, aki 1928-ban született, a másik pedig Phil Gold, aki 1936-ban született, mindketten kanadai állampolgárok és ott tevékenykedtek. Következő évben, 1989-ben a német folyóirat egy teljes cikket publikál az AIDS-ről, dr. Rieke Gerdhammer könyvével kapcsolatosan. Francia nyelvre is lefordították ezt a könyvet, címe az AIDS, egy nem létező betegség, természetesen ez is fent van a könyvespolcomon, mint az előbb bemutatott Új medicina hagyatéka, amit aranykönyvnek becézzünk az aranyborítása miatt. Szóval 1991-92-ben Burgau egy nagyon lényeges állomás Hammer doktor életében, mert itt Ausztriában új orvostudományi központot tudott létrehozni Hammer doktor rövid időre,
Számos ellenőrzést készítettek, filmeztek, sok orvos megfordult, köztük az osztrák orvosi társaság elnöke is. 93. februárjában Németországban megpróbálják dr. Rikegert Hammert elítélni. A törvényszéken a pszichiáter a páciensek tiltakozásával szembesülve kijelenti, hogy semmi sem indokolja Hammer doktornak az elítélését, és az alsó ausztriai tisztiorvos bizonyítékot szolgáltatott a páciensein végzett 230 végleges ellenőrzésről. Ez mentette meg a pszichiátriai internálás veszélyétől Hammer doktort. Képzeljük el, mi történt volna, ha Hammer doktort erőnek erejével beviszik egy ilyen intézménybe, mit műveltek volna vele. Minden osztrák és német egyetemet tájékoztattak erről a dologról. 92-93-ban bekövetkezik az SZA két alapítójának váratlan halála. Az Egyesület folytatja munkáját André Sixtasszony elnöklete alatt, és az Egyesület neve a Dirk Franz Aszák lesz. Szóval nem egy életbiztosítás Hammer doktor dolgaival foglalkozni, amint azt majd egyebekből is látni fogjuk. Az ötödik természet törvény a megértés törvénye, amit a természetben bárki megfigyelhet és megtapasztalhat. Azt fogjuk látni, hogy minden, ami él, az élni akar. Szerintem, ha kinézünk az ablakon, ezt mindannyian megtapasztaljuk. Minden élőlény a túléléséért és a faj fenntartásáért küzd egy életen át. Ebből adódik a biológiai konfliktus, vagyis a haláltól és a faj kipusztulásától való félelem. Nem, de bár. De bár, de bár. A DHS sarkalatos pontja az értelmes biológiai különprogramnak, ugyanis itt mindenkinek a saját megélése dönt arról, hogy milyen biológiai programot indít el. Szervezetünkben tehát tökéletes rend uralkodik, nem indulnak el ismeretlen, gyógyíthatatlan vagy rossz indulatú folyamatok. Ha idáig eljutunk a megértésben, képessé válunk arra, hogy meghaladjuk a pánikot. Mert a tüneteinket értelmezve rájövünk, hogy amit eddig betegségnek neveztek, annak értelme van, hiszen éppen a megoldást követő fázisnak a bizonyítéka. Tehát a gyógyulásunkat nevezzük ki betegségnek. A természet az ember megalkotásakor tehát nem hibázott, a mi tudásunk hiányos, és ezért nem értettük meg eddig a lényeget. Nos, az ötödik természet törvénynek a gyakorlati jelentősége. Ha minden a túlélésről és a faj fenntartásáról szól, akkor végre megnyugodhatunk. Aki ezt megérti, tehát nem esik pánikba, nem kelthető benne félelem, illetve nem fog a gyógyulása ellen hatóterápiákat alkalmazni. Nincsenek ismeretlen, gyógyíthatatlan, rossz indulatú betegségek, a természetben nincs rossz indulat. A tudományos táblázatból fényderül arra is, hogy hol kell még javítanom az elfogadás terén. Ezt megértve pedig már tudom feleslegessé tenni az értelmes biológiai különprogramok aktiválását, lefolyását a DHS rövidre zárásával. A folytatásban 95 és 96 elején média kampányok indulnak dr. Rikegert Hammer ellen. Olivia Pilar ügy, ez egy külön fejezet lenne, erről folyamatosan beszélni. Egész Európa szerte a szövetség Dirk Franz Aszák nevében tiltakozik az osztrák elnöknél, a francia elnöknél, és egyben támogatja Hammer doktort. Kérelmet adnak be az egészségügyi minisztériumban, amelyben kihallgatást kérnek, megígérik a találkozót, majd törlik. Viszont Madame André Sixt vizsgálati fogságba kerül 96. szeptember 18-án. 97. február végétől március végéig a csendőrök vizsgálati bírónak összegyűjtik és hivatalosan eljutatják az orvosokat és azokat a személyeket, akik kapcsolatba léptek a szövetséggel és az új orvostudománnyal, valamint dr. Hammerrel, annak érdekében, hogy kikérdezzék őket, hogy tanúskodjanak André Sixt asszony ellen.
97. május 22-én dr. Rikegert Hammer börtönbe kerül Köln városába, mert nem tagadja meg felfedezését, melynek 17 éve kéri az ellenőrzését a Tübingeni Egyetemtől. Több pszichiátriai internálási kísérletet szenvedett el, 98. május 26-án 370 napos bebörtönzés után Hammer doktor kiszabadul a börtönéből. Ne feledjük, hogy az itt töltött idő sem töltötte hasztalanul Hammer doktor, mert a spontán bűnözésről szóló előadás az itt készült tapasztalataiból lett összeállítva. 98. június 13. az igazság menetének a sikere. Franciaországban a betiltott dr. Rikegert Hammer szabadságának támogatására és André Sixt asszony és képviselőinek kiszabadításáért tüntetnek az emberek. 98. június 13. Következik a nagy történelmi esemény, mégpedig 1998. szeptember 11. az új orvostudomány hivatalos megerősítése a Trnava Pozsonyi Egyetemen. Nos, a kérdés az, hogy hogyan történhetett meg az, hogy a Tübingeni Egyetem bírósági végzésre sem volt hajlandó elvégezni Hammer doktor téziseinek a felülvizsgálatát. Miért kellett Hammer doktornak hónapokat börtönben tölteni mindössze azért, mert tanácsadással segített a betegeknek? Miért vonták vissza a praktizálási engedélyét? Miért akadályozták őt minden lehetséges eszközzel? Miért járatta le a sajtó mindenféle hazug állításokkal? Miért nem az öt természettörvény szerint folyik az oktatás az orvosi egyetemeken, hiszen senki nem tudta tudományosan megcáfolni mindazt, amit dr. Rikegert Hammer feltárt az emberiség számára. A szkeptikusoknak ajánlom, hogy olvassák el Hammer doktor eredeti munkáit, és ne a sajtóból tájékozódjanak. Bár az évek során számos orvos 26 nyilvános vizsgálati konferencián már publikálta dr. Rikegert Hammer természeti törvényeinek valódiságát, melynek során minden esetben kivétel nélkül hajszál pontosan igazolást nyertek ezek a dokumentumok, mégsem lettek elismerve. Pedig még közjegyző is hitelesítette őket. Mindig és mindenhol azzal érveltek, hogy ameddig ezt a felülvizsgálatot egy egyetem hivatalosan el nem végzi, addig ez nem lesz elismerve az akadémikus orvoslás által. Természetesen ez azért történt így, mert nem volt rá meg a szándék sem, hogy kiderüljön az igazság. A Tübingeni Egyetem 9 alkalommal nem tette meg, pedig, mint mondtam, bírósági végzés kötelezte rá. Mindig csak azt ismételgetik, hogy nem akarjuk megvizsgálni a kérdést, nincs köze az akadémikus orvosláshoz. A Pozsonyi Szent Erzsébet Onkológiai Intézet és a Trnavai és Nagyszombati Kórház Onkológiai Osztályának a felülvizsgálata ezért olyan fontos. Korrekt előírás szerint lett lefolytatva, és minden a legnagyobb rendben zajlott a vizsgálat során. Ebben a felülvizsgálatban 7 pacienst kérdeztek ki, és vizsgáltak meg 20 különböző betegséggel, azaz körülbelül 1500 célzott a külön programokra jellemző kérdéssel, és az 5 biológiai természettörvény alapján vizsgálódtak. Az igazolás a következőképpen hangzik. 1998. szeptember 8-án és 9-én a Bratislavai Szent Erzsébet Onkológiai Intézetben és a Trnavai Kórház Onkológiai Osztályán a Trnavai Egyetem rektorhelyettese, valamint az egyetem ápolástani és szociális tanszékének dékánja és további 10 egyetemi docens és professzor jelenlétében közösen megvizsgáltunk 7 beteget. Összességében több mint 20 különböző megbetegedést. Ezen esetek orvosi protokolljai, amelyek alapján dr. Hammer a vizsgálatokat lefolytatta, ezen okirat mellékletében megtalálhatóak. Azt kell megállapítani, hogy természettudományos alapokon a reprodukálhatóság ténye valóban fennáll-e, és valóban ez volt a helyzet. Minden egyes betegség kapcsán betegségenként legalább 100 a germán gyógytudomány által definiált konfliktusra vonatkozóan ténykérdést lehetett feltenni,
Ugyan az összes vizsgálatra fordítható idő nem tette lehetővé az összes lehetséges ténykérdés felvetését, de egyébként az összes feltett kérdés kivétel nélkül azt bizonyította, hogy a germánygyógytudomány minden természeti biológiai törvénye sikeresen alkalmazható volt a vizsgálatok során. Az igazolást aláírók így nagy valószínűséggel és bizonyossággal állapítják meg, hogy dr. Hammer a két vizsgálati konferencia során tartott előadásaival bizonyította a rendszer működését, és azt a legnagyobb valószínűsége szerint. Nagyra értékeljük dr. Hammer emberi, etikus és türelmes elkötelezettségét, valamint a páciensekhez való új, odaadó hozzáállását. Az összes tény vizsgálata során arra következtetésre jutottunk, hogy a germánygyógytudománynak minél előbbi alkalmazásának kérdése sürgős megvitatásra kellene, hogy kerüljön. Trnava, 1998. szeptember 11-e. Köszönöm szépen, Réka, a pontos elolvasást. Ezt a dokumentumot, az új medicina valódiságát igazoló felülvizsgálat eredményét a prorektor, a dékán és a tudományos bizottság elnöke, a pszichiátria professzora együttesen írták alá. A történet ismét szomorú fordulatot vesz, ugyanis Hammer doktor ismételten börtönbe kerül. Ez a börtön most Franciaországban csap le Hammer doktorra, ugyanis a bűnrészesség miatt fogják perbe, ugye André Sixt asszonyt is bebörtönzik már előtte, és illegális orvosi gyakorlat folytatásának vádjával börtönzik be Hammer doktort is. A csalás lényege az lenne, hogy a Stop Cancer Association az alapszabályának megfelelően, és André Sixt segítette dr. Hammer új orvosi központját Burgauban, Ausztriában. Ne feledjük, hogy ez 1997-ben történik, 2004 és 2006 között kerül börtönbe, ezért Hammer doktor. Nem tudják már, hogy hogyan tegyék rács mögé, és hogyan hallgattassák el Hammer doktort. És kiderül ugyan a bírósági tárgyaláson, hogy a központban ellátott 6500 beteg közül 6000, több mint 5 év elteltével él és meggyógyul. Ez hatalmas bizonyíték arra, hogy mindaz, amit Hammer doktor állít, és amit ő dolgozott, az egyben igaz és működőképes rendszer. Tehát ez ilyen sikerrel egyetlen akadémikus onkológiai osztály sem bír, hogy az eseteknek több mint 90%-a életben legyen még 5 évvel a diagnózis után. Ne feledjük, hogy ebbe a központba a legsúlyosabb daganatos betegek kerültek, olyanok, akikről már az akadémikus orvostárs lemondott. 2006-ban vagyunk, és 2006-ban Hammer doktor Csipke Rózsika álmát alvó dallama felébred, ugyanis professzor Giovanna Conti olasz zongora művésznő betegként felkeresi Hammer doktort, ismeri a germán gyógytudományt, és rájön, hogy az összes klasszikus zenemű a második biológiai természettörvény kétfázisú törvényének megfelelően épül fel. Mikor erről beszélget Hammer doktorral, akkor Hammer doktor megkéri, hogy elemezze ki az ő szerzeményét is, amit ugye 20 évvel azelőtt írt feleségének, és kiderül, hogy ez a dal nem csupán a második természettörvény szerint épül fel, hanem egyszerűsége, tisztasága mellett tökéletes kétfázisú szerkezetének köszönhetően prototípusa lesz a régi nagy mesterek klasszikus szerzeményeinek. A más studentem Méhen a legegyszerűbb arhaikus dallam, és mágikus ereje is ebből ered. A klasszikus nagy zeneszerző kétfázisú szerzeményeiben ez a varázslatos hatás nem található meg. A mágikus hatás létrejöttéhez ugyanis kell az emberi hang is,
ahogyan őseink is dalokat énekeltek a beteg gyermeknek, ezzel segítve a gyógyulásukat. A germánok már évezredek óta ismerték Odin Isten mágikus zenéjét. Hammer doktor szerint az a zene is ugyanazt a dallamot kellett kövesse, mint a Meistertermékhen, vagyis isteni ajándéknak tekinti a szerzeményét és az emberiség történetének leghatalmasabb terápiás felfedezésének. Több száz esettörténet elemzése révén bebizonyította a Meistertermékhen eredeti verziójának elképesztő hatását, ezért ezt az isteni ajándékot Hammer doktor minden rászoruló beteg ember számára rendelkezésre bocsájtotta, és erről a Árha Isenmelo Dien című könyvében ír. A következő részlet is innen származik. 1976-ban ünnepeltük Tübingen, Rotbad város részében található panelházban eltöltött első szerelmes éjszakánk 20. évfordulóját. Ebből az alkalomból komponáltam egy szerelmes dalt, melyhez szöveget is írtam az én Zigridemnek, a dal az utolsó 20 évünket tartalmazza. Zigrid köszönettel vette át, Dirk pedig elkészítette egy falapocskát, melynek előső oldalán a Meistertermékhen állt, a hátoldalán pedig a kotta és a dal szövege. Rómában, a Via Margutben függesztettük fel ezt a falapot. A Meistertermékhen magyar fordítása következőképpen szól. 20 éve szeretek egy lányt, amióta Ajka ajkamra simult. Akkoriban mindketten diákok voltunk, egy éjjel a kiskápolna minket köszöntött. Leánykám, édes leánykám, egy éjjel a kiskápolna minket köszöntött. 20 éve szeretek egy lányt, minden nap jobban és jobban, ékék szemét és éjfekete haját, azóta elvarázsolva álmomban élek, leánykám, édes leánykám, elvarázsolva álomban élek. 20 éve szeretek egy lányt, az ég is rám nevet. Arcod ötféle mosolyt küld rám, mint zálogként adtál nekem, az te vagy egyetlenem. Lánykám, édes lánykám, mint zálogként adtál nekem, az te vagy egyetlenem. 20 éve már, leánykám, hogy téged szeretlek, lánykám, édes társa, örömömben, bánatomban, boldogságban és veszélyben, lánykám, életem társa. Lánykám, édes lánykám, diák lánykám, édesasszonyom. 20 éve szeretlek téged, kedvesem, amióta Ajkad először ajkamra simult. Mindketten diákok voltunk, s egy éjjel a kiskápolna minket köszöntött. Lánykám, édes lánykám, amióta egy éjjel a kiskápolna minket köszöntött. Ezután lázas kutatás kezdődött, esettanulmányok születtek, és megszületett a Meistertermékhen című könyv, ennek látjuk a borítóját itt. Ezt fordítottam le, és ebből a könyvben dokumentált 39 esettanulmányból már többet is bemutattam. A YouTube csatornánkon külön mappában találhatók ezek az anyagok. A varázsdallam bemutatásáról két webkonferencia is készült, itt most ezt nem részletezem. A könyvben egy eredeti CD található, amiben a kórus 440 Hz-en szól, Hammer doktor cellóval kísért éneke 432 Hz-en szól, a vonos négyes kísérettel előadott dal pedig 441 Hz-en szól. Mind az állatok, mind pedig a csecsemők az anyamében megnyugszanak, ha a Meistertermékhent hallgatják. Hammer doktor azt írja, hogy a bölcs várandós asszonyok terhességük és szülés ideje alatt is hallgatják a dalt. Tudjuk, hogy hat a konfliktus aktív szakaszra, ahol satuféket tesz a további szövet szaporítás vagy szövet sorvadás útjába, ha a belső vagy a középső csíralemezből származó programokról beszélünk. Az agykéreghez kötött programoknál viszont letranszformálja a konfliktus tömeget. Ez a kis megoldás, és ezután az epileptoid krízis már észrevehetetlenné zsugorodik össze, mert ugye ha csökken a konfliktus, akkor a megoldási szakasznak a tünetei sem lesznek számottevőek. Nagyon lényeges hatás. Ha viszont a megoldási szakaszban hallgatjuk, akkor
a megoldási szakaszt optimalizálja, átolja az exudatív szakaszt az epileptoid krízisen át a hegesedési fázisba. Ezekről mind-mind külön webkonferenciák szólnak. Megemlítem a mágikus képességeket, amelyeket ennek a dalnak a hallgatásával bárki megtapasztalhat. Mindenfajta pánik átkát megtöri, megakadályozza, hogy a hallgatás alatt konfliktus recidívák csapódjanak be a lélekbe, kivétel optikai sin, ezért lenne fontos éjszaka mindenképpen hallgatni, mert a valóságállom illúzió ugyanazt jelenti az okos agyunk számára. Nem oldja meg, de gátat vet az aktív rákos folyamatnak. Ez a missing link, vagy hiányzó láncszem, vagyis nem a dallam fogja megoldani helyettünk a konfliktust, ő biológiai szinten segít a program lezárásában, a program tisztázása és érzelmi lezárása továbbra is a mi feladatunk marad. Minden aktív kortikális konfliktust letranszformál, amint azt már az előbb említettem, továbbá megszünteti a morfium utáni elvonási tüneteket, a fájdalom csökkentésnek így egy új módja vezethető be morfium nélkül. Képes gyorsan csökkenteni a kortikális, tehát a kérgi reuma fájdalmakat, ugye ez a csonthártya idegháló fájdalom, amiről szintén webkonferencia van. Kitolja az öregedést, mert a demenciát, agyvérzést, Alzheimer-kort és Parkinson-kort, különböző bénulásokat jelentős mértékben képes javítani, sőt teljesen megszüntetni. Az agyjödőmet jobban tudja oldani, mint a kortizon, és minden úgynevezett csontfájdalom ellen segítséget nyújt. Az ismertetett, felelhető esettanulmányokból újabb felfedezések tűnnek elő, ami az orvostudomány számára új utat jelent. Itt a csontinnervációnak, csontbeidegzésnek a felfedezése, ez az egyes számú esetben van kidolgozva, ugyanitt van szó a funkcionális egységről, és a mediasztinális oszteoszarkóma felfedezéséről. De képes a rosszindulatú sejtekből jóindulatú sejtosztódást létrehozni, 7 nap alatt is, ez egy másik webkonferencia anyaga. Funkcionális egységről is szó van, valamint arról, hogy az anyát a terhessége alatt megvédte a terhességi pszichózistól és a gyermekágyi pszichózistól, és fájdalmak nélküli szülést biztosított az anyának. Erről is szó van egy külön webkonferenciában. Szó van egy másik előadásban, a 7. eset ismertetésében arról, hogy milyen szabályok vonatkoznak a birtokpszichózisokra, és csak megemlítem, hogy van a csontszindrómáról előadás, ez a csontok és a vérképzés előadásban hallgatható meg. Az éberkómáról, hogy a beteg hogyan képes felébredni éberkómából az arhaikus varázsdallam segítségével, 15. eset bemutatása. Mi az, hogy epileptoid dupla krízis a csontok és vérképzés előadásban, mentő szülőknek és gyerekeknek előadásban a gyermekek szellemi fejlődésére történő hatásáról szól, ennek a dallamnak a hatásáról, hogy agyvérzésben hogyan segít, azt az agyvérzésekről és egyéb agyi történésekről című előadásban ismerhetjük meg. Az alsó végtag biológiai programjai előadásban pedig a 21. esetismertetésből az erekre való hatását, ugye a kirakat betegség vagy klaudikáció intermitenszre történt hatása ismerhető meg. Természetesen a mellett érintő biológiai programok 2x2-es előadásában a könyvnek a 8. eset bemutatása is megtörténik, valamint a Parkinson-kor előadásban a 19. eset kerül bemutatásra. A következőkben Lámer doktornak az eskütételt helyettesítő nyilatkozatát fogja Réka ismertetni. Kedves betegeim, ma egy isteni ajándékot adok nektek. A más studentem Mítjent, ezt az ősi, arhaikus dallamot, amit ingyenesen le lehet tölteni, hogy minden beteg élvezhesse ezt az isteni ajándékot az Arhaikus Melódiák című könyvből. A mai studentem Mítjen szövegének és dallamának szerzőjeként
minden betegemnek át szeretném nyújtani ajándékként ezt a mágikus erejű dalt, és megtiltom az eredeti dal bármiféle megváltoztatását, amit szentnek és gyógyítónak tekintek, és megtiltom a dal bárminemű kereskedelmi értékesítését. Köszönöm szépen. Mi ezt maximálisan betartjuk, amit Hammer doktor szeretett volna elérni, és aki levélben kéri, meg is kapja a csatolmányban az eredeti dallamot tőlünk teljesen ingyen, és mondom az eredetit. Akit érdekel, hogy a hamisítványok hogyan hatnak, az nézze meg a Más Studenten Méhen a Gyakorlatban című előadást. Az öt biológiai természettörvénynek is megvan a maga gyakorlati jelentősége, mert kihat az egészségi állapotunkra. Ez a leghatékonyabb megelőzési módszer. Ha már az iskolában is tanítanák ezeket az összefüggéseket, akkor vajon hol tartanánk? Kihat az öt természettörvény a tudományra is, mert a felesleges zsákutcákban való kutatások leállíthatóak lennének, és a logikus biológiai gondolkodás mentén újabb hasznos összefüggésekre tárulhatna fény. Hammer doktor halálával nem ért véget a germán gyógytudomány, a kutatásnak folytatódnia kell, hiszen a pszichózisokról szóló részben, az aranykönyvben leírja, hogy 300 orvosnak tudna disszertációhoz témát adni, annyi kutatnivaló van csak a pszichózisok területén. A gazdaságra is hatással lenne, hiszen az emberek, ha meg tudják őrizni az egészségüket, a munkaképességüket, akkor természetesen dolgozni is képesek, és a táppénzes napok száma csökken, a rokkantak száma csökken, stb. És ne felejtjük, hogy az orvos munkája gyógyítás orientált lenne. A germán gyógytudomány előnye a pontos diagnózis. A valódi ok tisztázására felesleges kivizsgálások sora lenne elkerülhető, minden lélek-agyszer szinten zajlik, tehát a beteg kikérdezéséből már szinte 100%-os diagnózist tudunk felállítani. Nyilvánvaló, ha a beteg őszinte önmagához, ez az első feltétele annak, hogy pontos információt kapjunk tőle. A megoldás is költséghatékony, hiszen a terapeuta segítségével feltárt konfliktust a beteg fogja megoldani. Ne feledjük, a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható. Ha ő nem oldja föl a konfliktusát, akkor marad minden a régi. Ez az egyetlen nehézség is, aki nem hajlandó kilépni az áldozat, a megmentő és bűnbak szerepekből, szedheti a gyógyszert élete végéig. Tehát mindenki számára adott innentől kezdve a lehetőség a gyógyulásra. Ez lehetőség a gyógyulásra, ne feledjük el, nem biztos, hogy mindenki fogja tudni alkalmazni azt, ami szükséges a teljes gyógyulásához. Természetesen az orvos segít az okok tisztázásában, és ha szükséges, akkor erre képzett pszichológusok is segítenek a lelki megélések megoldásában. Hammer doktor eset ismertetéseiben is szerepel francia pszichológus a fiatal hölgynek a lelki állapotának a helyreállításában. Én úgy gondolom, hogy röviden sikerült összefoglalni egy hatalmas életművet. Még egyszer mondom, minden, de minden részletre nem tudtam kiterjedni. Próbáltam az életutat és a művet valamilyen szinten bemutatni, mégpedig időrendi sorrendbe, hogy fedezzük föl, hogy Hammer doktor micsoda elképesztő nehézségek ellenére is képes volt ezt az egész tudást és tudományt átadni az emberiségnek. Csak tanulhatunk tőle, példát vehetünk tőle, hogy bármilyen nehézséget is gördítenek a működésünk elé, ezeket nem azért kapjuk, hogy leálljunk és feladjuk, hanem azért, hogy megkeressük a megoldásokat. Nagyon-nagyon köszönöm, Karesz, ezt a mai előadást, és remélem, hogy a tudatlanságból mi is kiemelkedünk azzal, hogy megismerjük, hogy hogyan működünk, mit tehetünk, mi az, amit magunk megtehetünk a saját egészségünk testi, lelki, szellemi szintű visszaállításáért.